Sziasztok! Üdvözlök mindenkit! Én Karesz vagyok, ez pedig egy full room tour videó. Régóta terveztem már, hogy elkészítem ezt a videót, végre most lehetőségem nyílt rá. Nézzük is, hogy mi található a szobámban. Először is, ugye van itt egy ilyen szekrény mögöttem, aki már láthatta, látta, ugye. Itt különböző dolgok vannak rajta, kezdésnek például ugye a Mac kamion, amit közel 12 óra alatt sikerült összerakni, egy kicsit több is, mint 12 óra volt, viszont nagyon jól néz ki a kamion, úgyhogy nagyon frankók is legóról van szó. Hát ezen a szekrényen ugye még találhatóak további mindenféle dobozok, van itt egy pár ilyen plakett is, vagy hát ilyen Giant Software-es ugye kis díjacska. Igazándiból ugye az egyik az azért jött, mert a konzolra kiadtunk ugye egy modot, a másik pedig a kis partnerségért jár a fehér. Igazándiból ezt a kettőt küldte ugye a Giant Software, van ott Yeti mikrofondoboz, az új G432 fülhallgatómnak a doboza, Nintendo mikro, ilyen kis régines dobozka, van World of Warcraftos, meg egyéb dolgok, ugye van itt egy ilyen hangulatvilágítás is, vagyis kettő, ennek ugye lehet változtatni a színét, és igazándiból ugye itt fönt vannak még a poszterek, amiket nagyon szeretek, ugye van bosszú állók ilyen endgame-es kettő is, ugye van a egyik, amin így rajta van mindenki, jobb oldali, bal oldali, meg hát vasember található, van még további kettő, ugye van egy Star Wars-t is nagyon szeretem, meg van egy Minecraftos, értelemszerűen ugye az is. Ezek ilyen plakátok, ugye, és ilyen keretben vannak, ilyen fekete keretben, és tök jól néznek ki, és tök jól mutatnak szerintem. Néha sajnos ugye elég durván, mint például most is, a világítás az sajnos tükröződik rajta, tehát azzal nem nagyon lehet mit csinálni. Ott ugye van egy légkondi, az nyáron nagyon jó szolgálatot tesz. És ugye itt van az ágyam, amin hát alszom értelemszerűen, ez leszokott lenni takarva, itt pedig a világ legjobb széke, fotelje látható. Ez nagyon frankó, kényelmes, el lehet rajta üldögélni filmnézés közben, meg akár keresztbe is feküdni, úgyhogy nagyon, nagyon jó, mindenféle pozíciót fel lehet venni benne, rajta. És hát a szoba többi része ugye, az így néz ki, itt fönt vannak mindenféle dobozok, Technic Lego, van Wii U, Nintendo Wii U, ott a Star Wars-os másik Lego, ugye, van ott Logitech kormánynak ugye a doboza, meg egyéb, van itt, ugye most ilyen hűtés van a gépemben, ez a Freezer, ez a Duo, ez az Arctic, ez nagyon jó szolgálatot tesz egyébként, itt van régi fajta, régi fülesemnek a doboza, van itt bonsai fa, ami igazándiból hát elég nehéz karban tartani, ugye, mert fontos neki a pontos vízpára mennyiség, meg ugye a nedvesség, meg nyirogatni kell, tehát tényleg páratartalom minden fontos neki, és elég sok meló van vele, de viszont gyönyörű, és csak vicceltem egyébként, műanyagból van, úgyhogy nem semmi extra, csak ilyen dísz, úgyhogy de jól néz ki, és jól mutat. Van ott Class Lego Trakesz, itt a váltója ugye a Logitechnek. Hát van itt súlyzó is, hogyha nagyon akarok valamit, akkor lehet bicózni egy kicsit, vagy bármit, amit szeretnénk. Vannak itt ilyen mindenféle felszerelések, ugye a táp a kamerához, a Canonhoz. Itt van a Camlink, ugye az Elgato azzal megy a felvétel, ugye a kamera és a gép között van, ez egy ilyen USB, és ez nagyon jó kis cucc, streamel, és ez fantasztikus. És hát itt van a Canonnak ugye a kis táskája, ebben vannak tartalékaksik, meg egyéb dolgok a kamerához, úgyhogy az ingyen volt a kamerához, az nagyon jó kis dolog. Hát van egy 108 centi Samsung TV, az tök jó szolgálatot tesz, ha mondjuk kirakom a Forzát, vagy bármit tévére lehet rajta nézni, meg játszani rajta. Igazándiból itt van most ugye a G29-es kormány, ugye váltó is minden, tehát ez így az állványra rendesen ott van a doboza az állványnak, így rendesen föl van szerelve, és akkor bárhova lehet tenni, közben ugye hát lehet
nyomogatni mindenféle pedálokat, meg váltani. Ez egyébként nagyon frankó, nekem nagyon bejött a kormány, én nagyon szeretem, úgyhogy hát további tartalmak várhatók még ezzel kapcsolatban a csatornán. És hát ugye itt van maga az asztal, ahol a streamelés történik. Igazándiból itt hátul egy kicsit, tehát ugye ott van az állvány, azon az állványon van a kamera, ami most éppen nem ott van, és mostában is nagyon szokott lenni kamera. De ettől függetlenül ugye ott van az állvány, be van állítva. Itt baloldalt nekem ugye van a mikrofon, tehát igazándiból ugye, hogyha elhangzik a kérdés, hogy miért nem látszik a mikrofon, mert sokaknak szájuk előtt van, vagy előttük van itt, ahol játszanak. Nekem azért nem, mert itt baloldalt nekem jobban tetszik, hogy nincs útban, nem takar ki semmit, és így is teljesen jó a hang, úgyhogy igazándiból itt van ilyen kis papír, erre szoktam ilyen mindenféle ötletet felírni, stb. Itt van a távirányítója, jár távirányító ezekhez a jó kis lámpákhoz, és akkor lehet így kibekapcsolgatni a fényeket, meg a fényerejét is lehet állítani. Tehát ez is mondjuk egy nagyon jó kis dolog. És ugye itt a másik, amiről beszéltem, ez pedig a hangulat világításnak a erősségét lehet, meg a színét, hogy éppen milyen legyen, egy kicsit sötétebb, vagy pirosas, vagy éppen magenta. Ez egyébként kamerától függően mutatja egyébként, hogy ugye milyen színek vannak, mert mindegyik kamera teljesen más, hogy ez most elméletileg pont kék lenne, de hát na mindegy, és akkor ilyet ki is lehet kapcsolni. Na, akkor itt van a Stream Deck, ez egy nagyon jó kis dolog. Itt lehet mutolni akár a mikrofont, lehet mindenféle hangokat bejátszani, meg indítani a dolgokat, tehát ez nagyon frankó példa. Sima extra, vagyis hát egy sima minden extra nélküli billentyűzet, ugye az új füles, sima Logitech egerem van, semmi extra, az se, nem ilyen gamer. Ugye ott van a jó kis Tag Life-os napszemüveg, a Karon Gameplay bögre az ugye az alap, meg hát itt van a traktor, a trakesz, amit a tesó még csináltak, úgyhogy az is még tökre egyben van, és akkor nekem a gép az itt van lent jobb oldalt, igazándiból mostanában nincsen vele gond, mert az új hűtés az nagyon jól működik, és ebből kifolyólag ugye hát végre talán nem fagyok ki annyiszor, mint nem szeretnék egyszer se, ugye. Itt látható millió egy kábel, ugye ez a tápellátása a Canon kamerának, most nincsen bedugva, internet, mindenhol, mindenfele át lehet esni a kábeleken, és ugye itt van a Canon kamera, hát ez az, amivel most a felvételek készülnek ugye a Logitech G29-el, egy oldalra beszoktam rakni, és akkor ugye onnan veszem fel. Egyébként a Canon kamera az nagyon bejött, tehát nagyon jó felvételeket lehet vele csinálni, a beállítása nem egyszerű, úgyhogy azzal szokott néha egy kis gond lenni. És hát itt oldalt is egyébként még vannak mindenféle dobozok. Van John Deere, baseball sapka, van ott egy kis selfie bot, van mindenféle dobozok, ugye például ott van a mikroport is, meg hasonló dolgok, úgyhogy hát igazándiból van itt még egy pár súlyzó, ha nagyon akarunk, akkor még azokat is lehet használni. Szekrény tetején van szalmakalap, az nagyon alap, meg pár további doboz. Úgyhogy hát igazándiból így néz ki a jelenleg most a szoba, honnan streamelek, és ugye hát akkor ide szoktam így leülni, és attól függ, hogy milyen live van, ugye így nem megy a Minecraft, vagy a Farming, vagy éppen valamilyen játék, ugye dupla monitorral. Későbbiekben tervben van még, hogy három monitor legyen, de hát az egy erősebb gép kell, most ugye meg hát tudjuk, a gépárak azok nagyon elszálltak, úgyhogy igazándiból egyelőre marad ez a setup, ami jelenleg van. No, hát ennyi lett volna ez a kis full room tour videó, remélem, hogy tetszett, ha igen, akkor dobjatok egy lájkot, ne felejtsetek el feliratkozni a csatornára, és legközelebb találkozunk, addig is szevasztok!